Ahogy az várható volt, a zöldmezes paksi csapat dominált végig a mérkőzésen, védekezésre késztetve ezzel a már kiesett sereghajtó kaposvári Rákoszit. A fölény egy jogosan megítélt büntető formájában a 22. percben góllá érett, amit Hán János magabiztosan értékesített. A 33. percben megszületett a második paksi gól. Egy szép felívelést követően, gyors, pontos, páros összjáték után Haraszti vette be közelről a kaposvári Rákóczi kapuját, szép gól volt 2-0. Szünet után sem változott a játék képe, a vendég somogyiak nem tudtak komoly veszélyt okozni Holzer kapujánál. A Paksa sérült Böde nélkül is dominált. Sőt, Ostermayer Gábor vezetőedző megengedhette magának, hogy a könyves Hán-Haraszti csatár hármas mindegyikét lecserélje. Miután egy újabb 11-esből a hosszú gólcsengét megtörő, visszatérő Haraszti Zsolt újabb gólt szerzett, és ezzel beállította a 3-0-ás végeredményt. Tudtuk, hogy be fognak állni védekezni, viszont ami döntő volt, az elén gólt rögtünk. Megadta kellő műzamat, azt gondolom, az egész csapatnak. Antok ezzel pedig ment minden a maga útján szerencsére. Ami fontos volt, nagyon fontos volt, hogy nem kezeltük le őket egy percig se. És hát ugye, ami a pályán ugye elterveztük, ugye az szerencsére minden ült, tehát a veszélyesek voltak a támadásig, ugye rukadtuk volna még több gólt, de nem vagyunk elégedettek, nagyon örülünk ennek a három pontnak. Nagyon kellett ez a győzelem a bentmaradásért zajló kiélezett küzdelemben. A PFC 3 fordulóval a zárás előtt 37 ponttal a 9. helyet foglalja el a táblázaton.